Sziasztok srácok, üdv mindenkinek! A Devil May Cry végigjátszásomat fogom folytatni a 15. küldetéssel, úgyhogy essünk is neki. Aki esetleg nem tudna, hogy mi történt az előző részben, elkapták Ketet, mi meg elkaptuk Mandusnak a nőjét, és cserét ajánlottunk fel. Ugye Mandus azt mondta, hogy a Nephilim, azaz Danteért cserébe megkapjuk a lányt. Na most viszont mi kitaláltuk, illetve Dante kitalált, hogy mi lenne, ha nem én lennék a csere alap, hanem a Lilith. Anyát, tipikus filmes jelenet, jelezni kell neki refivel, hogy készen vagyunk. Anyád. Mi az a fegyver? Hoppári. Mi van mi? Nyugi, nem foglak megölni, ne sírje. Na, ha megölünk, akkor Cat is meghal. Hogyha, Dante használta az eszét. Megkapjuk el az egyetlen dolgot, ami Mandusnak fontos. A nőt, aki a gyerekét hordja. Úgysem, ez a nő, ez tiszta undorító, fúj. Hé! Hey. Tehát nem elég, hogy meglőttétek, még vertétek is, hogy tiszta sebb az arca? Erről nem volt szó, hello? Természetesen az a gyökér az innen néz fentről, tehát ő nem jelent már meg. Na, indulás van. Na? Hú, micsoda izgalmak. Mi vagy, hogy meg lesz a cseresz kifogadni valami parancsot, hogy töröljenek el minket a francba. Virgil, ne csináld! Ne csinálj hülyeséget! De baszki! Pont Virgil volt az, aki azt mondta, hogy akkora haragja van Mandusnak, hogy ezreket tud megölni csak a haragjával. Most megöli basszus a kölykét. Meg az asszony. Nem volt muszáj egyáltalán. Na, erről beszéltem. Kurva nagy baj van. A pokoltornáca megint. Ó! Oh. Ez időre megy.
Ennyi. Ujjj. Azt sem fog nekik sikerülni. Majd most. Jaj, még mindig nem jó. Es már le. Uihi. Azért maradjunk annyiba, hogy ez rohadt látványos. Ezt megint hogy kellett volna megcsinálnom? Oké, ez megvan. Ugyanezt csináltam az előbb. Ujha! Az egy hajó. Aha, persze. Ezt neked. De kár, hogy 30 FPS-re vannak ezek a videók lokkolva. Sokkal látványosabb lenne 60-nal. Jó, konkrétan elpusztít egy világot, Mandus, mert megöltük a gyerekét. Illetve Virgil megölt a gyerekét. Tiszta világ vége hangulat van. Nem lesz jó. Oké, Dante, rajtad a sor. Igen, igen, azt kell megcsinálni. Tudom, láttam az előbb is. Oké, okay. Fogjuk rá a sikert. Anyád, tiszta pókember, menj már! Iha, ő egy picit pipa lesz most ránk, én úgy érzem. Hát, Virgil, miért? Tehát minden simán ment volna. Minden a terv szerint ment volna. És el kellett, hogy cseszd. So the Hellgate is the main source of Mundus's power. It can only be reached from his chamber. Again. He must break into the chamber and close the Hellgate. Mundus is still weak from his last outburst. This is your chance to defeat him. Mm-hmm. Mundus doesn't know that Virgil is Nephilim. We can use that to our advantage. There's a back door into the tower located here. Virgil, uh-huh. You must reach the security room undetected. So Dante, you will create a distraction. Na, hát szerintem Dantéval nem is tudnánk menni észrevétlenül sehova se. Here I am. Just like your father. Too big for your fucking boots. God versus you, a piece of shit. Hát azért oké, hogy Istenhez hasonlítod magad, de egy nefilimet, aki az egyetlen, aki meg tud ölni téged, egy rakás szarnak nevezni, lehet, hogy egy kicsit erős túlzás, nem gondolod? Uha. Nice. Tipli. Nagyon gyorsan.
Hogy tudtam mellé ugrani? Ezt valaki magyarázza már nekem. Ezzel miért nem ment ilyen könnyen? Hello, mi? Oké, maradjunk annyi baj, rohadt látványos. Gyerünk, Dan, te meg tudod csinálni. Nice! Meg vagyunk. Micsoda? Mi volt ez a Super Spender, vagy mi? Ez valami... új. Anyádat. Na, mit szólsz? Kezdhettük volna akár ezzel is. Jó van, közben Virgil meg halad befelé szépen. Igen. A biztonsági rendszert felülírta. Nagyon jó. És az nekem jó lesz, hogy velem akar kibaszni. Nem, nem, azért nem akar kibaszni velem a saját tesóm. Jó, van fél percen bejutni. Hát ez... ennyi. Tehát csak így be kellett rohannom. Easy. Jaj, ne! Álomvadász, fúj! Az hogy intézem el gyorsan? Anyádat. Anyád? Kéne HP-t, megláttam egyet. Erre csak ide. Ennyi. Jó, ököllel fogjuk megölni. Ott is van HP. Adhattál volna többet is. Fú, ezeket a dögöket de fogom utálni, és semmi oktatást nem kaptam róla, hogy hogy kell könnyen elbánni vele. Miért ne tudnék? Azt tudom. Na nézzük. 5000. Azt tudjátok, mit jelent? Több HP. The corporate offices are heavily defended. One exception is floor 87, which is there. You'll reunite with Virgil. Valahol itt van bent. Hol van? Oh. Ne! Ott lett volna. Most már mindegy. Tehát direkt nem mentem el arra, mert azt hittem, hogy arra kell menni. Ó, a rohadt anyját.
You good, brother? Yeah, good. Here you'll split. Dante, make your way to the east wing. Virgil, you'll make your way to the west wing. A terv rajz. De kurva jól meg van csinálva ez a dizájn. Adjál fejlesztést! Itt is van egy piros. Ó, oh, hello, mi? Napot kívánok! Oké. Okay. Várja? Ezt itt lehet ütni? Nem. Akkor megyünk tovább. Igen, itt láttam ezeket a dolgokat, ezeket a szétvágjuk. Erre nem megyünk el. Akkor merre megyünk? Most tényleg merre megyünk? Ja, itt! Nézd már a lázer! És ezen hogy megyek el? Jó, eszemben nem volt, hogy így átmenjek a lézereken, hát feldarabónának. Anyád, és ilyen Windows XP van a gépen, most figyelem csak. Ellenállásba fogok ütközni, mert eddig nem ütköztem ellenállásba, ugye? Aha. Na várj. Tehát hogy kell? Szóval az államvadász ezt vissza tudja állítani Dante bőszült támadásait, de te újra visszaállíthatod egy jól időzített csapásra. Ezt hárítsd vissza. Ennyi. Jó, meg lehet ezt tölni, csak macerás nagyon. Menjek a következő szintre. Várja, várja, előbb szétnézzünk, jó? Jó, úgy érzem, hogy ide kelleni fog a soti. Hogy ide felugrok. Na, itt nincsen semmi. Oké. Akkor jöhetünk fel egy szintet. Nagyon jó. Mi? Nem. Nem, arra nem megyünk el. Aha, azt mondja, oda. Hát pont nem az kell, hanem ez. Mi történt? Jaj, ne! Tiktek egy gyűlöllek.
Ennyi, erre vonyítsa, te szemétdög. Fú, de gyűlölöm ezeket a hülye patkányokat, te. Fú. Szét kell nézni alaposan. És amit forognak a szekrények, meg minden szó. Ah, és itt hogy megyek át? Sanszos, hogy sehogy, ugye? Anyádat most. Mi? Kösz. Kösz játék tényleg. Ez az. Tök jó lesz, hogyha tök fölöslegesen jöttem ide. De tényleg, tehát így itt nincsen semmi. Szépen lassan megvárom, míg ezek innen eltűnnek. Hülye kockák. Jó, és most. Ez nem működőképes. Akkor itt mégis hova? Jó, mondjuk itt van lift. Hát jó, nyilván nem abban a liftbe fogunk bemenni. Hanem ebbe. What did she say? Floor 105? Skybridge? Miért nem kérdezed meg tőle? Rádió kapcsolatban vagytok, nem? Jó, itt már van egy lélek, már hallom. Ó, baszki. Dante, elszámoltad magad. Rossz emeleten szálltál ki. Egy aranykulcs. Eddig megvagyunk. Jaj, Dante. A matekből te sem voltál jeles. Jó, arra nem megyünk. Arra sem megyünk, akkor jövünk erre, hát. Kizárásos alapon. Jó, nincs visszaút. HP, az viszont kell. Még a kevés is, de legalább van. Ó, ott is van HP. Mi van az érzés, hogy nem véletlenül ad a játék ennyi HP-t? Ja, csak ti vagytok? Ott vagy, látlak ám. Ennyi. És az egész jól ment. Hopp. Hopp. Baj van. Soti. A soti hasznos. Ezt nem lehet szét. Aj, kettős csapat. Tudom, tudom. Eddig is azt csináltam. Au. Visekedni. Hey! Hey!
Ez kap ki. Jaj, hallod, azt oda se ért a fegyver, amit így feltöltöttem. Menjek a következő emeletre, jó, kösz. Igazából ezen szintén ki se kellett volna, hogy szálljunk. Kösz. Tényleg. Ezeket szét lehet vágni, nem? Ja, hogy oda megyünk fel. Ajaj. Mi? Menjek arra. Már csak azért se. Előbb elnézzünk ide. Oké, elnéztünk és nincs itt semmi. Hello, itt nincs semmi. Nem jó. Majdnem összeállapítottak. Oké. Én ezt is szétütöm. Van benne piros. Na most. Oké, arra nem megyünk. Oda megyek a nehezebb úton. Oké, nem megyünk a nehezebb úton. A könnyebb útot is megnehezíti a játék. Nice! Mehetek tovább, ugye? Aha. Az lett volna a másik út. Jó. Ide bejönnék szétnézni. Adhatnál HP-t is mondjuk, de annyi baj legyen. Tehát ez nem lesz annyira egyszerű, én úgy érzem. Oké, megjöttünk, és? Megint a lézer. A lázer. Come on, Virgil. Hang on, Dante. Virgil, just be careful you don't trigger the tempering mechanism. Jó, tehát be fogja kapcsolni. Bingo. Jó. Baj van. You must not let yourself get dragged into limbo, or you will lose your ability to hack the servers. If you are detected, it's all over. I can make it. Micsoda? Most ez komoly, hogy ezen kell keresztül mennünk? Igen, ezen kell keresztül mennünk. Hiiii, arra hat tényleg. Gyere már ide! Annyi, szép álmokat. Mehetünk tovább, ugye? Remélem több ilyen meglepetés nem vár ránk. Easy. Teljesítményt értünk el, még csak most. Hello. Kaptam egy acsit. Na mi? Ha egyszer végigjátszottam annó játékot, akkor itt miért nem kaptam acsit? Na mindegy. Mennyi cuccunk van? Hát nem elég. De viszont fejleszteni viszont tudunk, mondjuk itt. Mi ez a leszámolás? Aha, rúgás, széllökés, széllökés, szökkelés, bazd meg. Az nem annyira kell. Ez jöhet. Ez is jöhet. Ez mit tud? Jöhet ez is. Ennyi. Na várja, várja. Most azt hiszem, hogy itt vannak pisztolyok is. Azt úgyse használnám.
Na, jó. Jó tudni, hogy legalább vannak ilyenek. Nem sűrűn szoktam fejlesztenem pisztolyokat ebben a játékban, úgy néz ki. Erre? Ja, itt van, nézé is, Virgil. Hát én nem, nyilván, te meg ott hagytad volna. Változik a véleményem, én úgy gondolom. Az hány emelet van ezen a helyen? Ez mi? Erős démon fegyver. Megnézzük, hogy mit tud ez a kis pisztoly. Na nézzük. Tehát az X-el lövöm, és az X-ával robbantok. Na, mindjárt kipróbáljuk. Oké. Egyelőre nem úgy akar működni a dolog. Na, majd mindjárt felaphatjuk ezt a fegyvert. Annyira azért nem jó. Tehát az, hogy még én robbantgassam. Jó. Szeretek úgy játszani egyébként, amikor alig van HP-m. Viszont már látok egy lelket. Mr. Sensei, videózol? Igen, képzeld el. Követi a csatornámat a srác. És tudja, hogy játszom a játékot. És rám ír, hogy videózok-e. Nem. Ez itt nyílik? Nem, ez nem nyílik ki. Akkor miért is jöttem erre? Ja, a lélekért, tuti. Akkor Virgil után kéne mennem, nem? De. Vagy nem? Mi van? Innen jöttünk. Stim. Virgil elment erre. Akkor nekem meg csak erre kell jönni. Csak valamit nem látok át. Nem. Nem. Itt sincs semmi. Nem. És ott arra tovább tudnék haladni jobbra. Így van. Lázer. Nem, rosszabb. Hí, kicsit úgy érzem magam, mint a Tomb Raiderben. Emlékeztek még, amikor így összedőlt minden alattunk. Ez ugyanaz. Na, szóval, itt van egy lift. Tudja, hogy be kell oda menni, de... Opár, az gomb. De egyelőre még nem megyünk be. Ezeket itt szétcsapdossuk. És bejöttem ide kb. A semmiért. Mert itt tényleg nincsen semmi. Nop. Itt van egy kulcsos ajtó. Na, zsír. És ezt meg tudom csinálni, akkor minden igaz, akkor kapunk HP-t. Démon kitérés. Akkor ezt nem tudom megcsinálni.
Ezt nem tudom megcsinálni, srácok. Tudjátok, hogy miért nem? Mert a démon kitérés képességet nem fejlesztettük még ki. Úgyhogy ezt itt hiába csapdosnám, ezt nem tudom megcsinálni. Úgyhogy marad a lift. Kár érte, mert kaptunk volna érte HP-t. Most már mindegy. Még egy okkal több, hogy végigvigyem újra a játékot. Pedig mennyit szemeztem azzal a démon kitéréssel? Össze-vissza megy a szint. Nem, annyira azért nem jobb. Mi? Ja, hát az ököllel. Oh. Aha! Jó, kösz az info. Feladtam a biztos talajt. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele, de nem csinálja azt, amit a tutoriálba. De, most csinálta. Au! Ehhez mit szólsz? Ne már! Ennyi HP-val. Ennyi HP-val ez nem fog sikerülni. Ennyi. Mondtam, ennyi HP-val ezt nem fogom megölni. Hihetetlen ez. Tudom, ezt már egyszer írtad. Annyira nem jó helyen vagyok. Gyere már ide! De szeretem, amikor... A hátát kéne meglőnöm amúgy. Ennyi. És akkor most jön bátyja.
Ezt neked! Ez, hogy no! Itt van HP. Hello! Mi van? Kop-kop, hello, mi? Ennyi. Hát, igen. Hát a következő. A 17. Jó. Jó. Azért kell egy-két izé. Tehát konkrétan ez a démoni kitérés. Csak ilyenkor sebződnek azok az ellenfelek, amit ugye az előző kulcsos ajtónál nem tudtunk megcsinálni. Na jó van. Minden esetre nem megyek vissza még egyszer. Nyilván majd meg fogom csinálni, csak nem videóban. Jó. Új! Hí, megpörzsölt! Hát akkor itt óvatosan kell menni. Hoppáré! Baszki. Hát az elrepült. Kia? Ezzel a fával valamit tudni csinálnom kell valamit. Nem. Nem, erre megyünk tovább. Jaj, ne! Anyátokat. Anyád. Bam, ég ágyom. Jaj, de nem már, hogy jön még.
Oké. Nagy segítség volt, kösz. Hello. Oké, egy gonddal kevesebb. Annyi. Hí, az anyját. Gondoltam, hogy ez most nem lesz valami hú, de egyszerű rész. Főleg így. Azért de most már érdeka. Nem, megvárom. Ez elkapott volna. Oké, arra van egy kulcsos ajtó. Ajaj, szép álmokat, én arra nem megyek el. Pedig... Hé! Hey! Te hogy kerültél ide? Gyere csak ide! Most tényleg, ez hogy került ide mögém? Itt van egy kulcs, nagyon jó. De ilyen kulcsot még nem is szedtünk fel, még soha. Nem lesz jó vége a dolognak. Oké. Van egy olyan érzésem, hogy azt az ajtót ki fogom tudni most nyitni. Adhatnál HP-t is. Aj, de gyűlölöm ezt. De megoldottuk. Na jó, várunk egy picikét. Megyünk biztosra. Így. Így. És így. Jaj, de jó vagy! Na. Szajt kirántom. Várj. Jó, hallottam ám. Hallottalak. Hát oda el akarok menni. Várunk egy picit. Bizony. Aranykulcs kell hozzá, nem is az elefántcsont. Jó, megnézzük. Szóval, mit kell csinálnunk? Nice! Minden ellenséget meg kell ölni, úgyhogy egy ütésbe belehalom. Jaj, rossz gombot nyomok már megint. El mit szólsz?
Na, még egyet. Pergentyű, clear, tiszta. És elvileg ezzel kapunk még egy cuccot, és akkor... Áj, nem, ez megint azért a... ravaszunkat növeli, nem a HP-nkat. Á, rohadt életbe. A HP-nak jobban örültem volna. Mindegy, most már. Megcsináltuk, az a lényeg. Hé! Hey! Sorry, de ezt el kell, hogy lőjem. Jó. Az a baj, hogy elkezdtem egy picikét kapkodni. Várunk egy picit. Most. Jó van. Nice. Wihi! Ott lehet, hogy lesz némi harc. Igen. Ó, igen. Éj, meghalt. Éj, itt vagyok. Szép álmokat. Jaj, de hogy jöttök még! Aj, nem már! Fúj! A lehető legrosszabb páros vagytok, tudtátok? Hova lősz? Ő volt a nehezebbik. Mert még vele elbánnak elég könnyen. Na mi van? Meghalt a rohadt anyádat. Hey! Thank you.
anyádat. Anyádat, és visszajutott te! De hallod, ezeket annyira gyűlölöm! Hol vagy? Jó. Hogy van ez? Jaj, nincsen olyan üzém. Jó, hát akkor szerencséd van. Na, akkor rólad ennyit. Fúj, de utálom ezt a fajta ellenfelet. Jó, azt sem tudom, hogy merre kéne mennem. Lehet, hogy arról jöttem. És arra kéne mennem. Sanszos. Jep, biztos, hogy erre kell jönni. Hé, lélek. Hol vagy lélek? Hallak ám, de nem látlak. Zsír. Erre arról jöttem. Igen, erre megyünk tovább. Csak megvárom a következő hullámot. Na. Ez az. Ennyi? Ennyi? Teljesítettük a küldetést? Igen. Jön 18. Még akkor tehát... van 3 darab küldetésünk. Jó, mindjárt kitaláljuk, hogy mi legyen. Mi történt? Tálcázott a játék. Jó. Okés. Valami úgy gondolt a játék, hogy neki tálcáznia kell. Viszont srácok, ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy pörölket... Na mindegy, tehát, hogy vége legyen a mai résznek. Remélem, hogy tetszett. Ha így volt, akkor csapassatok egy lájkot, iratkozzatok a csatornára, nyomjatok rá kis csengőre, és ne felejtjétek, a következő részben találkozunk. Addig is sziasztok!